Barabástól olvassunk megint valamit, oké. Tehát olvassunk tovább. A Rabás írásaiból 52-es levél. Ez Rabás írásaiból 52-es levél. Ez csak egy idézet az egyik levélből, tehát nem egy teljes cikk. Tehát, oké. Tehát a Sávót ünnepén, amely hamarosan történik, és ez a Tóra átadásának az ünnepe. És ez jól ismert, hogy a Sávót az olyan, mint a világ királysága és a személynek a szíve. Ahogy az apám és a tanárom ezt elmagyarázta, hogy ő szentesíti a heteket. A hetek, a svii, az a sebihú szóból van, azaz, hogy bennem van. Az azt jelenti, hogy a teremtő az a személy szívébe öltözik, és ez az idő, amikor interpretáljuk, akkor a Tóra beleöltözik a személy lelkébe, ezt az időt nevezzük a Sávóútnak, és ez a Tóra átadása. Azaz, hogy a Tóra az beleöltözik, és minden egyes személynek a szíve Izrael nemzetéből megkapja ezt a Tórát. Azaz, hogy a számítás során a Pészaktól a Sávóútig az az edények tisztítását jelenti, amely a Tóra az értelemben és a szívben és az edények, a kelim, azok befejeződnek, és akkor a személy kiérdemli a Tóra aspektusát. Ennél fogva a Pészak előtt mi felkészítjük az edények tisztítását a hit aspektusában, amit ünnevezünk, hogy micva, parancsolat. És az egyiptomi kivonuláson keresztül meglettünk jutalmazva a hit tulajdonságával, azaz, hogy én vagyok a ti istenetek, az Úr, aki kivezetett titeket Izrael földjéről, és akkor Pészak után elkezdjük a megtisztulás munkáját, amikor már felkészülünk arra, hogy megkapjuk a Tórát, és amikor a Tóra beleöltözik a személy lelkébe, akkor a Sávóút az már a Tóra megszerzése, vagy a Tóra átadásának az ideje. Rav, az utóbbi időben mi beszélünk az ünnepekről. Mi a Rosh Hashanával kezdtük, az új évvel. Az összes ünnep az a kapcsolatról szól a teremtmények között. Hogy a teremtményeknek hogyan kell elérniük a kapcsolatot egymás között, hogy ez mennyire kötelező Izrael nemzete számára, hogy összekapcsolódjanak, és hogy megmutassák ezt a kapcsolati formát a világ nemzeteinek. És ez a kapcsolat, ez különböző szinteken keresztül jön. Először is, hogy mi felfedezzük magunkat, amint Egyiptomban létezünk, felfedezzük, hogy a rabszolgaságban vagyunk, hogy a spirituális munka az mennyire nehéz, hogy mi képtelenek vagyunk cselekedni, képtelenek vagyunk ezt a spirituális munkát végezni, és elérkezünk oda, hogy Izrael gyermekei felsóhajtottak a rabszolgaság miatt, azaz, hogy egyrésztről ez nagyon fontos számunkra, hogy elérjük a szeretet és adakozás tulajdonságát, a közöttünk lévő kapcsolatot, az adakozás, de mi képtelenek vagyunk erre. Mi kétségbe esünk ebből a munkából, nem látunk semmilyen esélyt arra, hogy sikeresek legyünk ebben a munkában. És akkor eljutunk egy olyan hatalmas kétségbeeséshez a fontosság érzése mellett, hogy egy ima tör ki belőlünk. És akkor ezen keresztül, ezen a kérelmen, ezen a kérésen, ezen a felsikoltáson keresztül, ezen az imán keresztül mi leszakítjuk magunkat a fáraóról. Kiszakadunk Egyiptomból, elmenekülünk Egyiptomból, azaz kimenekülünk az egóból, amely közöttünk lángolt, és nem engedte számunkra, hogy összekapcsolódjunk. És akkor elkezdünk dolgozni a kapcsolaton. Elkezdünk a Pészaktól kezdődően dolgozni ezen a kapcsolaton, hogy korrigáljuk az edényeket, korrigáljuk a kapcsolatokat egymás között, ahogy az íródott az Omer számításról, hogy összességében létezik
hogy megszerezzük az adakozás tulajdonságet, a bína tulajdonságet, 7x7, 49 adagban, 49 szinten keresztül, 49 szfirán keresztül. Ennél fogva ezt úgy hívjuk, hogy az Omer szfiráinak a számítása, azaz a fény adagokon keresztül, amiket megkapunk a nullától kezdődően egészen a teljes, tökéletes fényig, amely fokozatosan korrigál minket, hogy megkapjuk ezeket a fény adagokat. Mi korrigáljuk az edényeinket ezen keresztül, és elérjük ezt az ünnepet, a Sávuot ünnepét, amely már a Matan Tóra, a Tóra átadása. A mi részünkről mi a Tóra elfogadása állapotában vagyunk, és felülről ez a cselekedet van a Matan Tórának, a Tóra átadásának nevezve. És mindez azért történik, mert mi megszereztük a hit edényét. Azaz, hogy mi ahelyett, hogy érezzük az egoisztikus vágyat, az egoisztikus tulajdonságokat, a gondolatokat, melyek mind a mi megszerzés iránti vágyunkból származik, mely a megszerzés szándékával dolgozik, és a mi megszokott attitűdünkből, ahogy a dolgokhoz közelítünk, mi fokozatosan megszerzünk egy új attitűdöt, egy új megközelítést, amikor én már többé nem a megszerzés iránti vágyammal dolgozom, hanem a többiek megszerzés iránti vágyával dolgozom, mivel azok fontosabbá válnak számomra. És akkor én ezen dolgozom már annak érdekében, hogy megszerezzem ezen a módon az adakozás tulajdonságát, amelyen keresztül képes vagyok felfedezni a Teremtőt. Ez a lényege a Sávuot ünnepének. Ez az egész Sávuotnak a lényege és a felkészülés erre, és reménykedjünk abban, hogy képesek leszünk ezt megvalósítani. És az igazság az, hogy először is reménykedjünk, hogy képesek leszünk ezt megvalósítani, és ez már egy nagyon magas szint, azaz ez már a felkészülés a gyakorlatban, hogy megkapjuk a Tórát. De hogy legalább egy bizonyos mértékben mi már dolgozzunk ebben, hogy megpróbáljuk megtalálni, hogy milyen állapotban létezhetünk ezen az úton, e fele, a spirituális út fele. Kérdések? Képes vagy lefesteni nekünk ezt az állapotot, ahol a Tóra beleöltözik mindenki szívében, Izraelben, ahogy ezt olvastuk, kérdezi Dudi. Raf? A Tóra az általános fény, amelynek a tulajdonsága az, hogy adakozzon. Adakozás és szeretet, ez a tulajdonsága. Olyan módon, ahogy mi ahhoz viszonyulunk az erényeinkből, vágyainkból, ez ahova elvisz ez minket. Mi nem írjuk ezt le, nem beszélünk a felső fényről, ahogy ez valójában létezik az eszenciájában, hanem hogy annak a cselekedeteit hogyan érezzük magunkon. Ugye a cselekedeten keresztül értünk meg téged, vagy fedezünk föl téged. Ezért van az, hogy van egy bizonyos erő a Tórában, amely korrigálja az edényt, megvizsgálja az edényt, elrendezi az edényt, kiválogatja az edényt, és utána beteljesíti ezt a formazonosságnak megfelelően. Mit jelent ez, hogy beteljesíti? Ez igazából nem tölti meg, ahogy a Rabasár magyarázza az elektromossággal kapcsolatban. Az edény maga az, amely felfedezi ezt a tulajdonságot saját magán belül, hogy teremtő adakozás szeretet. Ezt nevezzük, hogy a teremtő felfedése a teremtett lényen belül. Ez az, hogy beszélünk arról. Formazonságon keresztül, mint hogyha valami jönne és belénk öltözne. De ilyen nem történik, ez nem pontos, így nem jön semmi, és nem öltözik semmi belénk. Ez nem precíz. Hanem mi saját magunk, mi magunk válunk ezzé a tulajdonságá. Mi változunk meg, mi válunk a teremtővé. Magunkon keresztül fedezzük fel a teremtőt azáltal, hogy mi változunk olyanná. Oké, mi változik a közösségben abban a pillanatban, amikor megkapjuk a Tórát, kérdezik. Rav, a közösség az állandóan változásokon megy keresztül, ez az, amiről az egyiptomi kivonulás teljes története szól, és ugyanígy mi látjuk azt, hogy ez nem annyira tiszta számunkra, amikor mi bemegyünk Egyiptomba, aztán megjön a 7 év bőség, 7 év éhínség, és hogyan tartsuk meg, hogy ne meneküljünk el,
és hogyan tetsük meg magunkat, hogy képesek legyünk ezt elviselni, hogy elviseljük az összes csapásokat, hogy ne meneküljünk el a csapásoktól, hogy mi vagyunk az, akik keresztül mennek ezen a kapcsolaton, hogy elérünk egy olyan állapoton, ahol mi nekünk egyszerűen együtt kell lennünk, nincs más megoldás, együtt kell lennünk, és akkor mi képesek vagyunk felemelkedni. Tehát minden csapás, minden készítés ellenére nem menekülünk el, és a kapcsolatot akarjuk. Ezek már nagyon magasztos állapotok, mondja Rav, de ezek gyorsan el is mennek, hogyha beléjük merülünk, és hogy beléjük merüljünk, ez csak is a cél fontosságán múlik, amely az összes hibákat képes lefedni, az összes problémát képes lefedni, az összes kellemetlen állapotot, akár a fájdalmat is. A cél fontossága az, amely képes lefedni, az képes átadni nekünk az erőt, a hajtóerőt, hogy képesek legyünk bármin keresztül menni, hogy hajlandó legyünk bármin keresztül mennünk a célfontosságen miatt, célfontossága segítségével. Kérdés? Tehát, hogyha én elég célfontosságát érzek, akkor a személy automatikusan képes ezekbe az állapotokba belemerülni, mint hogyha felülről ezt így állítanak fel. Rav, a célfontosság az az erő, amely létezik bennem, amely a kezem ügyében van, amin keresztül bármire képes vagyok. Ezt nevezzük úgy, hogy a célfontossága. Ez az egyetlen dolog, ami létezik. A mi életünkben is ennyi van. A cél fontossága. Ez az, amit az életünkben teszünk állandóan. Mi az, ami fontosabb, mint a másik? Mi az, amit érdemes tennünk? Állandóan ezt látjuk. Mi az, ami fontos? Oké, még egy kicsi kérdés. Azt mondtad, hogy a teremtő felfedése ez nem valami olyasmi, ami belénk öltözik vagy jön, hanem mi válunk azzá. Rav, természetesen semmi nem kell, hogy belénk öltöző. Mi így beszélünk, mi megpróbáljuk így leírni, mint hogyha valami belénk jönne. Mivel nekünk ezeket el kell képzelnünk a fényeknek, edényeknek megfelelően. De hogyha az én edényem az hasonlóvá válik az adakozás tulajdonságához, akkor az adakozás tulajdonsága megjelenik bennem ezen a cselekedeten keresztül, úgymond, és akkor azt mondjuk, hogy mintha valahonnan jönne valami jön, de ez így nem helyes. Kérdés? Tehát akkor én kérdezem, hogy oké, a fényt magunkra vonzunk, akkor igazából nem vonzunk magunkra a fényt, hanem nekünk magunkat kell úgymond ráfordítanunk a fényt, nekünk kell magunkat elhozni ebbe az állapotba, hogyha én valóban meghajtom magamat, és megpróbálom magamat megváltoztatni a fény állapotára, akkor mintha ez befolyásolna engem, de igazából nem a fény jön rám, nem valami olyasmit magamra húzok, nem? Rav, ez így van, de mégis így mondjuk, hogyan tudjuk ezt tekinteni, hogyan tudjuk ezt leírni? A man emelése, ima, az, hogy a törött edényeket felemeljük a malhuttól a bínához, ez az, ahogy ezt elképzeljük, nincs választásunk, ez az, ahogy ezt, mintha valami cselekedet történne, nekünk írnunk kell, nekünk beszélnünk kell, nekünk vagy el kell képzelnünk ezeket a cselekedeteket, ezért van az, hogy a Tóra ilyen emberi nyelven beszél, megpróbálva nekünk valami fajta akciót mutatni, vagy cselekedetet. Folytatjuk. Vannak-e cselekedetek a közösség érdekében, melyek közelebb vannak ahhoz, hogy célfontosságát adjunk a csoport fele, és van olyan, ami kevesebb célfontosságát adja? Tehát mi az a cselekedet, ami leginkább célfontosságot ad, kérdezi Niv. Rav? Oké, cselekedetek. Cselekedetek, ami fontosságot ad, a cél nagyságát a lehető leghatékonyabb módon. Nos, ez azon múlik, mondja Rav. Azon múlik, hogy a személy hogyan mutatja azt be a barátok fele, hogy mennyire izgatott ezen keresztül, megmutatja nekik, hogy mennyire izgatott, hogy rendelkezik ezzel az úttal, ezzel a módszerrel, hogy ezen van, hogy közöttük lehet, hogy van egy lehetőség, hogy elérjük a célt itt, hogy a személy már érzi, hogy mindez jó, és hogy mindent magába foglaló, és sőt, mi több, hogy mennyire boldog attól, amit már most megkapott, hogy már ez a spiritualitás, ami előtte áll, és beszéltünk ugye a szünidőm előtt is, hogy a spiritualitás az
tehát beszéltünk erről, miért nyaralni mentem volna, mondja Lev. Tehát a spiritualitás az akkor jelenik meg, amikor én beleegyezem abba minden változás nélkül, hogy én hafetz heszed vagyok, én csak kegyelemre vágyok, nekem semmi másra nincs szükségem. Hogyan lehetséges ez, hogy mindezzel együtt én sóvárgok erre a magasztos célra, miközben hafetz heszed vagyok, hogyan lehet, hogy én közben meg sóvárgok. Tehát a cél, kifejezetten a cél, hogy én elérjem azt az állapotot, amikor semmire nincs szükségem magam számára, és akkor hajlandó vagyok megmaradni ebben az állapotban, ahogy most vagyok, hogy semmit nem követelek magam számára, hogy elérem ezt, ez a célom, hogy a legkisebb katnut állapota, a legkisebb szintű katnut, ebbe beleegyezem, és akkor a spiritualitás megjelenik, amikor nem akarok semmit, a spiritualitás sem akarom, amikor hajlandó vagyok bármit feladni magam számára, akkor kapjuk meg a spiritualitást. A spiritualitás az itt van, az bennünk van, csak fel kell fedjük, de annak alapján fedjük fel, amikor a mértékben beleegyezünk annak a tulajdonságába. A spiritualitás a legfontosabb tulajdonság az, hogy én nem aktivizálom a saját egómat. Cimcum, megszorítás, én magam megszűnök, és hogyha megszorítottam magamat, megszüntettem magam, akkor mit követelhetnék? Akkor már nem követelek semmit. Először meg kell halljunk, hogy élhessünk, ahogy ezt az írás mondja. A teremtő az teljes, tökéletes, jó, aki csak jót cselekszik, és én a tökéletesség állapotában vagyok, a teljesség állapotában, még akkor sem, amikor sötétségben vagyok, akkor mi van? Semmit nem akarok. És akkor az állapotom megjelenik, mint a spirituális állapot. Persze, hogy így ír meg ezeket írja. Nagyon sok helyen írja ezt, a természetesen, mondja Rav. A megszorítás lényege? Kérdezi Rav. Oké.